Sziasztok, a nevem Orosz Miklós, és ez egy munkareferencia lenne. Mi most jelenleg itt vagyunk, én Angliában. Nézzétek el nekem, hogy beszélek, ez az első alkalom, hogy kamera előtt egy ilyen referenciát csinálok. Valószínűleg a főnököm le fog jönni ide, és be fogja mutatni a helyet. Tehát, amit tudnunk kell erről a helyről, ennél a cégnél 2010. május 6-án kezdtem, és elektromos kerítésekkel foglalkozom. Ezt az üzletágat 2 évvel ezelőtt nyitották. Ezt a helyet én menedzselem és koordinálom. Egyedül dolgozom itt, ez az épület körülbelül 300 négyzetméter alapterületű, és raktározással foglalkozunk, meg egyéb más dolgokkal is. A napi munkafolyamatok elvégzése mellett árubeérkezéseket kell, illetve rendeléseket kell kiküldenem. Amint ezekkel kész vagyok, a másik raktárban kell dolgoznom, ahol is kezdtem 2010. májusában. Mint mondtam már, ezt 2 évvel ezelőtt nyitották ezt a részleget. Elég jól megy, fejlődik is. Reméljük, hogy egyre jobban fog menni. Tehát, amit szeretnék megmutatni számotokra, hogy mekkora is ez az épület, és hogy mivel is foglalkozunk valójában. Az elektromos kerítéseken kívül még foglalkozunk különféle állványokkal, amit ugye az üzletekbe küldünk ki, és összeszerelésre kerülnek, ezen helyezzük el a termékeinket. Nos. Valószínűleg a főnököm le fog jönni, mert felhívtam telefonon. Be fog mutatkozni, elmond egy pár szót erről az egész üzletről, illetve a cégről. Addig is még várunk rá, megmutatom a helyet számotokra. Tehát. Ezek a termékek sorba vannak rakva, tehát az alacsony számtól indulnak fölfelé a magas számig, mint láthatjátok. Elnézést, most egy kicsit nagy a kupi, próbálom rendben tartani. Tegnap kellett kiküldenem 26 raklap árut, tehát nem volt túl egyszerű. Ezek nagyon jó minőségű német termékek egyébként, amit itt Angliában forgalmaznak. Mi vagyunk a kizárólagos forgalmazók. Itt láthatjátok, ahogy itt Angliában mondanák, stand. Tehát ezek ilyen állványok, amiket az üzletekbe raknak ki. Ezeknek az alkotó elemei, ezek is német termékek. Itt egy kis irodám. Ez az épület L-alakú, van még 2 irodám bent, meg van egy felső rész, ahol dobozokat tárolunk, különféle csomagolásokhoz, meg árukiküldéshez. Ott a targonca, megmutatnám a bemutatótermet. Ott a konyha. Az első iroda, ott vannak a promóciós termékek, itt vannak a dobozok, különféle speciális kitszekhez, itt az iroda. Á, meg is jött a főnök. Hey, hi Derek, how are you? Hi, Mick, I'm fine. How are you? Not bad, thank you. I just introduced the video to the kind viewers. Can you tell us something about yourself, please? About myself? Hi, my name's Derek. I'm the warehouse manager at Birkdale Sales. I've worked here just over 2 years now. Started here in February 2011, maybe 12, yeah. Yeah, it's fun. We work here
Long days, heavy days, but we enjoy it because we get lots of money. Yeah, we know the score. But can you tell us about this company's history? I mean, is it Pachura? Pachura is electric fencing range that we have been supplying to our customers for just over 2 years. When we first started Pachura, it was a little range that we had within our main warehouse. We kept on having lots of picking errors and everything was going wrong. So we moved it to a second warehouse where we then appointed a warehouse, a controller or manager to look after Pachura. That person was a Hungarian guy. He was called Mikolos. He actually laid out this warehouse, and I don't know if you've done a tour of the warehouse. He set the warehouse up so it was all in picking order to make it very easy to pick with very little mistakes. Now, since Mickey has been doing the picking within this warehouse, we have had zero complaints from customers, and all of the reps have said what great job he has done within this warehouse. We had a few other people picking in this warehouse while Mickey was on holiday, and mistakes were made. So that just goes to show how well Mickey does his job. Ah, thank you. Thank you very much, Derek. You're doing your job very well. Oh, thank you. In the biggest warehouse, but it's much bigger than this one. He's got 8 people to work for him, so he's very good. Okay, thank you very much, Derek, and let me introduce the showroom, and after I will okay, go on to finish this video. Thank you very thank much. Thank you. Bye. Bye. Na tehát ő egy nagyon jó ember, elég jó menedzser, és ez lenne ez a nagy iroda, ahol itt szoktak lenni a meetingek. Mindenki sales, a raktárból a pakolók, csomagolók, mindenki. És ez lenne a bemutatóterem. Tehát ilyen állványokon, és nem tudom, látjátok-e, ilyen állványokon vannak a termékek elhelyezve. Ez egy másik szekció, ez a nagy raktárban van, a gét még néven fut, és ebben foglalkozom én Pacsora. Plusz az állvány hozzá. Új termékek ott a földön, plusz még különféle csavarok, és különféle tartóelemek kerítéshez. Oké. Így néz ki ez az épület. Na tehát köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Minden jót nektek, és legjobbakat. Sziasztok!